A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Szüleim szerencsére nem voltak kifejezetten otthon ülő típusok, így viszonylag sűrűn útra keltünk. Első nyugati autónkkal azonban szó szerint bejártuk Tolnád Baranyát. Most több évtizeddel később ismét egy ilyen autóba ülhettem, és életemben először én vezettem az apakocsit. Nagyon sokat gondolkodtam, hogy mi legyen az igazi apás autó, amit én be szeretnék mutatni, hiszen nekünk is volt Trabantunk, volt Ladánk, volt kisfityunk, de számomra azért mégis az igazi apás autó ez a Fiat Uno. Nagyon sok emlékünk kötődik hozzá, a kis 1.3-as szívódízel motorral nem volt egy túlzottan étkes jószág, rengeteget el lehetett vele autózni egyetlen tankkal, és mi azzal kezdtünk el nagyon sokat utazni. Tényleg bejártuk az országot, keresztül, kasul, mindenfele mentünk vele. A miénk ugyan nem 5 ajtós volt, mint ez a konkrét példány, nekünk egy 3 ajtós volt, így nekünk hátul elefántablakfülek jutottak, amiket ki lehetett pattintani, de hát nagyon jó szellőzés volt, úgyhogy a klímát nyilván nem nagyon hiányoltuk még akkoriban sem. És most nagyon érdekes ez az időutazás abból a szempontból is, hogy én azt az autót azt már akkor nagyjából azért tudtam gurulni a kocsikkal. Tehát nem csak beindítani tudtam, hanem azért az udvarban például apu is engedte, hogy odébb álljunk vele, amikor mondjuk kitakarítottam az autót, de alapvetően nem vezettem. Úgyhogy számomra ez most tényleg egy igazi ilyen gyerekkor, hogy visszatérek egy olyan autóba, amiben én rengeteget utaztam, és mi nagyon szerettük. Ki gondolná, hogy a legendás olasz virtusnak köszönhetjük az Uno születését? A Lancia első embere, Gianmario Rossignolo, még 1977-ben megbízta Giorgetto Giugiarót, a legendás dizájnert, hogy álmodjon meg egy mini luxus autót. Eközben a Fiat vezető tervezője, Vittorio Ghidella is belefogott a Fiat 127-es utód kifejlesztésébe. 1979-ben aztán a két szakember, Rossignolo és Ghidella összekülönböztek, mire Rossignolo távozott a cégtől. A kis luxus Lancia tervei azonban ott maradtak. És mivel a Fiat projekt nem volt túl dekoratív, csak néhány dolgon módosítottak, és el is készültek a 146-os kóddal jelölt prototípusok. 1982-től már rótták is a tesztköröket az első példányokkal, amiket viszont még Fiat Pandának álcáztak. Ez állítólag annyira megtévesztette az akkori újságírókat, hogy Panda szuperként mutatták be ezeket a modelleket a lapokban. 4 millió tesztkilométerrel később, 1983-ban viszont végre bemutatták a széria érett változatot, amit viszont már nem 146-osnak, hanem Fiat Uno-nak hívtak. Amiről nem tudhattunk, hogy a fejlesztési időszak végére a teljes költségvetés elérte az 1000 milliárd lírát, ami az egyébként nem túl rózsás helyzetű Fiat bankszámláját eléggé megterhelte. De az összeg nagy része valójában az Uno-t körülvevő technológia fejlesztésére ment. Ezzel pedig megszületett a kor legmodernebb kis autója. Több tucat robot vett részt az összeszerelési, a hegesztési és a bevonatolási fázisban, ezek időzítését és folyamatait pedig már számítógép irányította. A habatortán pedig az 1985-ös Fire Motor család bevezetése volt. A kifejezetten kompakt és könnyű erőforrások tervezési filozófiáját tekintve egyszerűbb, modernebb, megbízhatóbb és könnyebben összerakhatók voltak a korábbiaknál. Ha körbenézek, szinte mindent azonnal megtalálok, annak ellenére, hogy elsőre talán néhányaknak komplikáltnak tűnhet a belső tér. Külön gombok vannak, külön kapcsolók vannak mindenhol, tényleg mint egy űrhajóban, de minden egyértelmű. Maguk a jelek is egyértelműek. És pont emiatt nagyon érdekes az Uno megoldása szerintem az, hogy ennyi mindent fölhoztak ide a számlapok mellé, két oldalra, mert például a bajusz kapcsolók azért innentől kezdve egyáltalán nem zsúfoltak. Szemben mondjuk az alfákkal, amik annó emlékszem, ugye nagyon sok minden funkciót azokra telepítettek rá. Úgyhogy itt a kormány mögött például csak az indexkar van, amin össz-vissza dudát rakták föl, és semmi más nincsen. Külön a tulajdonos dicséri, hogy olyan alapvető dolgok is megvannak benne, mint például itt középen ez a hamutartó, sőt, ahogy azt megtudtam, a kesztyűtartó sem volt széria például, még ezen a változaton sem, ezen a limitált szérián sem, azt is külön rendelte meg hozzá a tulajdonos, és ez is nyilván őt dicséri, hogy ő mennyire ismerte és mennyire értette ezt az Unót, és a szívén viseli most is a sorsát.
nagyon jó állapotban van. Nyilván 51 ezer kilométer, nagyon keveset kapott az élettől ez a kis autó, és ezt az 51 ezer kilométert ezt mind itt Magyarországon tette meg. Tehát 89-ben, amikor kiadták ezt az autót, egy ilyen búcsú széria volt ráadásul ez a Fiat Uno-ból, ez azóta itt van Magyarországon. Fiat Uno első generációja 1989-ben búcsúzott. A második nemzedéket 1995-ig gyártották, Olaszországban legalábbis. Lengyelországban 2001-ig, míg Dél-Amerikában egészen 2013-ig készültek Unók, utóbbiak egy kevésbé ízléses módosítás után Miller néven futottak. Ezekkel együtt 8,8 millió Uno került az utakra világszerte. És az ráadásul, hogy egy OT-s minősítést kapott, az csak tényleg tovább növeli az értékét, mind a mellett, hogy eszmei értéke van igazából ennek az autónak. És ha én lennék a tulajdonosa, én is hasonlóképp gondolkodnék, hogy nekem a gyerekkoromat idézi fel ez a Fiat Uno. Mondom, mi nagyon sok kilométert, rengeteget utaztunk vele, keresztülkasul bejártuk az országot, úgyhogy innentől kezdve az, hogy egy autónak milyen értéke van, nyilván az eszmei érték az itt az, ami a legnagyobb ennél a Fiat Uno-nál. Ha neten körbenézünk, igazából vannak drágán hasonló korú és futásteljesítményű modellek, de most már egyre ritkábbak. És itt Magyarországon ez kifejezetten kuriózum. Úgyhogy számomra ez az igazi apás autó. A Fiat Uno, ami most idén, 2023-ban ünnepli a 40. évfordulóját. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy boldog születésnapot Fiat Uno, és hogy hát még legalább még egyszer ennyit. A Citroën marketingesei nem kevesebbet állítanak, mint hogy ebben a modellben lehet kategóriájában a legkomfortosabban utazni. A vezetőség azonban jóval fontosabb szerepet szánt a C5 Aircross-nak. Jól fogadták a vásárlók, azonban elérkezett a félidős frissítés ideje. Vajon jó helyen nyúltak hozzá a mérnökök? Első ránézésre éppen csak annyit változott, hogy valamivel üdébbnek tűnjön a Citroën C5 Aircross. Szemből a leglátványosabb a változás. Új 3D hatású ledes lámpatestek, határozottabb lökhárító és hűtőmaszk, illetve szolidabb krómozás különbözteti meg a friss C5 Aircross-t. Az embléma is megváltozott, ezentúl csillogó fekete színben pompázik, akár csak a visszapillantó tükrök háza vagy a tetőlécek szára. No és persze vannak itt frissen rajzolt könnyűfém felnik is. Belül viszont nem értem a változtatás lényegét, igaz, ez meglehetősen szubjektív vélemény. Az, hogy új multimédiás rendszer lett, az oké, rendben van, egy nagyobb kijelző, ráadásul följebb is került itt a középkonzol tetejére egész pontosan, de az, hogy azt a menő szellőző rostélyos középkonzolt, azt miért kellett kicserélni, azt viszont nem értem. Tehát ugyanazok a vaskos szellőző rostélyok voltak, mint amik itt vannak a széleken, és szerintem egy kicsikét hajazott is a Porsche-ra ettől a belseje a C5 Aircross-nak. Na most ezt megszüntették, és helyette lett egy ilyen, hát elnézést a szóért, de egy ilyen snasz középkonzol. Vannak itt gyors hívógombok, illetve alul is az alsó soron, tehát hogyha a klímát szeretnénk kezelni, akkor a klímagombot nyomjuk meg, ha esetleg a navigációt akarjuk beállítani, akkor a navigációt, de ugyanígy van a hátsó ablakfűtésnek, vagy a vészvillogónak is külön gombja, sőt, még a hangerőszabályzást is ide tették a középkonzolra. Szóval ezt a részt itt azért átalakították, én nem értek ezzel egyet, hogy miért kellett ezt a részét megtenni, hiszen szerintem az előző az nagyon vagány volt, de hát ez mondom ízlésbeli kérdés. Itt a középkonzol alját is teljesen megváltoztatták, amúgy is voltak tároló rekeszek, de most még több lett. A leglátványosabb különbség azonban, hogy ez a joystick-szerű váltókar, ami volt, azt megszüntették és betették helyére ezt a billenőkapcsolós változatot. Az üzemmódválasztó gomb is egy picit arrébb került, ennek a módosításnak köszönhetően, illetve a start-stop gomb az ugyanúgy megmaradt itt a középkonzol alján, viszont szintén egy pár centivel kicsit arrébb csúszott. Úgyhogy főbb vonalakban egyébként nagyjából ennyi, ami változott itt a beltérben. Ami viszont tény, hogy az erősebb öngyulladóst, a combosabb ólómentessel működő agregátot, valamint a 265 lóerő összteljesítményű plug-in hibrid változatot is törölték a kínálatból. A frissített C5 Aircross órába tehát továbbra is a 130 lóerős PureTech és Blue HDI motorokat szerelik, manuális vagy automata váltóval, míg a csúcs a 180 lóerős tölthető hibrid.
Benzines fronton 2023-ra azért variált egy kicsit a Citroen. Igaz, mindössze annyit tettek, hogy az 1-2-es egységet lágy hibridesítették is, és egy új 6 fokozatú dupla kuplungos automata váltóval építik be a C5 Aircross orrába. Ezt a verziót még nem tudjuk kipróbálni, ebben az autóban viszont a portfólió egyetlen gázolajos erőforrása ketyeg. Maga a dízelmotor az már önmagában nagy szó, hogy egyáltalán a kínálatban van, és nagyon úgy tűnik, hogy a franciák úgy gondolják, hogy igenis, ebben még van potenciál, sőt, hogyha megfelelő kialakítású egy ilyen dízelmotor, akkor igenis ez is tudja teljesíteni a különböző károsanyag kibocsátási normákat. Az, hogy nem három hengeres, például szintén egy igencsak meglepő lépés, egy tisztességes, négy hengeres, viszonylag nagy köpcent is, hiszen azért annyira nem lett lecsökkentve a méret sem, 1,5 literről beszélünk, szóval egy teljes tisztességes turbodízelmotor dolgozik ott az autóórában. A hozzákapcsolt 8 fokozatú automata váltó viszont nagyon érdekes tulajdonságokat hoz elő. Szerintem egyébként sok ez a 8 fokozat. Alapvetően én úgy gondolom, hogy okosan beosztja egyébként az elektronika, és innentől kezdve igen takarékos tud lenni ez az autó. Másfél tonnáról beszélünk, tehát azért a 130 lóerő és a 300 Nm-es forgatónyomaték nem csinál belőle vadlovat. És valóban, hogyha megnézzük az adattáblát, igazából ez a leglassabb C5 Aircross, még a kis 1-2-es 3-hengeres benzines is fürgében éri el a 100 km/h sebességet. Teljesen tökéletes, hogyha nem akarjuk hajszolni, tehát megint csak ugyanaz a helyzet, mint a C5X-nél, amikor az alapmotorral próbáltam ki, hogy igazából fejben kell rendbe tegyük ezt a dolgot, és akkor nem lesz probléma ezzel az autóval sem. Ha ezen túllépünk és tényleg nem hajszoljuk, onnantól kezdve nagyon rendes társunk lehet ez a változat. A motorzajból valami kevés jut be az utastérbe, tehát nagyon jól elszigetelték azért tőlünk, és hogyha tényleg nem nagyon űzzük a technikát, akkor hát nagyjából ilyen 5, illetve 5,5 liter között változik a fogyasztás, ami szerintem egészen baráti egy ilyen méretű autótól. Cserébe viszont elég nehéz kiszállni a C5 Aircrossból. Egyrészt itt van a komfort futómű, amitől eltűnnek a kátyuk, másrészt azok a zseniális ülések. Ezekben ugyanis egy külön 1,5 centis felső réteg van a nagy sűrűségű habszivacson, amitől elképesztően kényelmesek és tartósak lettek a fotelok. Viszont ha már az üléseknél tartunk, a második sort egyel tovább gondolták a francia mérnökök. Óriási piros pont jár egyébként a Citroennek, hogy ők rájöttek arra, hogy akik annó egyterügyben ücsörögtek, azok vajon mire vágynak továbbra is egy SUV-ben? Nyilván a praktikusságra. Ez nagyon kevés gyártónak jutott az eszébe, de a Citroennél például erre is gondoltak, hogy akinek hiányzik ez a fajta praktikusság, akkor az itt meg fogja találni. Szóval ott van hátul a három különálló ülés, amik egyenként csúsztathatók, döntögethetők, nagyon jól lehet bővíteni a belteret, és így nyilván a csomagtartót is, ami alaphelyzetben sem kicsi. Majdnem 600 liter, mire azt megpakoljuk, az azért nem semmi. Az tény is való, hogy a küszöb viszont nagyon magasan van. Milyen fura, hogy napjainkra teljesen kikoptak a Citroen kínálatából az egyterűek. Főleg, hogy rengeteg embert ültettek ezekbe a praktikus négykerekűekbe. Manapság viszont már nem olyan menők, legalábbis erre utalnak a vásárlói szokások. Helyettük inkább az emelt hasmagasságú négykerekűek domborítanak. Linda Jackson, a Citroen vezérigazgatója is, megmondta a C5 Aircross megjelenésekor, ez lesz a zászlós hajó, mely kulcs szerepet játszik a márka nemzetközi előretörésében. A nagy kérdés számomra az volt, hogy a dízelmotorral vajon milyen lesz a C5 Aircross? Nem tartjuk fel vele a forgalmat, az tény és való, nem mi leszünk a leglassabbak ezzel az autóval, de azért egy kicsit talán több dinamizmus elférne bele. De hogyha valakinek nem ez a cél, és még egyszer mondom, fejben kell ezt rendbe tenni, akkor sokkal fontosabb nyilván az, hogy rendkívül zseniális, komfortos futóműve van ennek az autónak, nagyon kényelmesek az ülések, tényleg praktikus a beltér, nagyon jól használható, hatalmas a csomagtartó, van bőségesen mivel pakolni, és ugye a dízelmotor miatt igen takarékos ez az autó. Nem kell foglalkoznunk töltögetéssel, nincsen benne semmiféle lágy hibrid komponens, ami esetleg kicsit nehezítené az autót. Szóval, ha ezeket nézzük, akkor alapvetően tényleg ez így egy jó csomag, és hogyha valakinek nincsen több dinamikára szüksége, és tényleg kifejezetten dízelmotorpárti, akkor szerintem a C5 Aircross egyáltalán nem rossz döntés. Elég figyelemre méltó, hogy az elmúlt 5 évben több mint 260 ezer példányban kelt el a C5 Aircross. És az eddigi tapasztalatok alapján a zöld változatok, bár jól teljesítenek,
mégis az eladások mindössze harmadát teszik ki. A modell vásárlói inkább böknek rá a benzines vagy a dízel variánsokra. És amíg a márka is így gondolja, ezek továbbra is maradnak a kínálatban. A generációváltásig biztosan. Miközben pont azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne megmutatni az apakocsit, közben belebotlottam gyerekkorom egyik kedvencébe is. Legnagyobb szerencsémre tulajdonosa azonnal beleegyezett, hogy leforgathassuk, úgyhogy folytassuk is tovább az időutazást. Ez viszont már egy másik ország hasonló méretű, de felpaprikázott modellje, szintén a 80-as évekből. Poszteren biztos sokak falán virított, és legalább ennyien elképzelték, milyen lehet terelgetni. Pedig ez már egy szelídített változat, a mára legendává vált Renault 5 turbo motorjából ugyanis eltüntettek pár lovat. De mivel a bódé alig nyom többet 800 kilónál, 115 feltöltős paci így is csodákra képes. Valószínűleg a családtagjaim fognak most a legjobban meglepődni a következő mondatomon, de nekem a Renault 5 GT Turbo az egy gyerekkori kedvencem. Tudom, egy másik autóval kezdődött az egész, de alapvetően a Renault 5-ös GT Turbo az nekem mindig is az egyik kedvenceim közé tartozott. 1.4-es turbomotor, ez még a 115 lóerős változat, és abból a szempontból érdekes, hogy 1987-ben készült ez az autó, pont abban az évben, amikor már megjelent a fáze 2-es a Renault 5-ösből, illetve a GT Turbóból, és ott már ugye 120 lóerős volt, ott egy picit már módosítottak a hűtésen, ha jól emlékszem, a kipufogó rendszeren is, és ezzel nyertek extra 5 lovat, de hát nyilván ez a 115 lóerős variáns is az akkori háthecseket, a többségét legalábbis, igazából kenterbe verte. A Renault 5 GT Turbo minden olyan kiegészítőt megkapott, ami egy menő kis háthecsen akkor kellett. Szárnyak, légterelők, vagány könnyű fémfelni. A gépházfedél alatt pedig 1.4-es csigával lélegeztetett motorlapul, ami szintén nem csak úgy került bele. A Renault Forma 1-es autói ugyanis éppen ebben az időszakban száguldoztak V6-os turbomotorral. Nem is volt kérdés, hogy az utcán is meg kell mutatni, mire jó a plusz levegő. Ahogy a tulajdonos is említette, a hűtőt azt viszont egy kicsikét alul méretezték, úgyhogy azért nagyon sokan megfőzték ezt a kis 1.4-es turbomotort, de alapvetően tehát tényleg az a fajta vezetési élmény, amit egy ilyen tud nyújtani, és látszik most is, tehát egyszerűen 30-al gurulunk, és fülig ér a szám, mert egyszerűen a kormány nincs nagyon szervózva, érzem. A gázpedál nem elektronikus, az, hogy analóg műszerek vannak, tekerőgombok vannak, zseniális, tehát igen, ez a 80-as évek, és annyira jó egy kicsikét így nosztalgiázni, amikor visszahozza ezt az időszakot egy ilyen autó. És látszik, hogy mivel a tulajdonos is nagyon gondos, nagyon sokat foglalkozik vele, rengeteg tapasztalatot gyűjtött, és rendszeresen használja, tehát nem egy ilyen gyűjtői darab, ami fogta, és akkor betette egy garázsba, hogy pihenjen. Nagyon sokan ezt mondják, hogy ezek az autók igazából ebbe pusztulnak bele szó szerint, hogy nem használják őket, főleg egy ilyen száguldásra termett kis jószág. Még ha nem is feltétlenül hajtják meg mindig, úgy igazán, de mennek vele, gurulnak, azok az alkatrészek megkapják a megfelelő kenést, és tessék, itt van. Igen, időnként kell vele foglalkozni, mert most is például, ahogy hallottam a tulajdonostól, kicserélt benne egy csövet, most egy kicsit több levegőt kap a motor, de fulladozik időnként, a karburátor beállítása nem tökéletes, ehhez kell majd szakembert keresni. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy hát azt eddig is tudtuk sajnos, hogy kihalóban vannak a belső égésű erőforrással hajtott autók, de annyira jó ezekkel nosztalgiázni, és igenis, benzinszag van ebben a kocsiban, olajszag van ebben az autóban, és állítom, hogyha valaki úgy igazán keményen meghajtja, a kuplungnak is szaga van, a féknek is szaga van, de hát ilyen az autózás, könyörgöm, ezek az élmények kellenek, és tényleg azért ér most is fülig a szám, mert egy ilyen autóban ülni, én úgy gondolom, hogy ez egy óriási megtiszteltetés. És mindenki, aki esetleg tud vezetni egy ilyen autót egyszer az életben, garantálom, hogy biztosan élvezni fogja, és biztos, hogy emlékezni fog rá. Ha más miatt nem, maximum azért, mert az útszélén sikerült megállni, mert elfolyt mondjuk a hűtővíz. De teljesen mindegy, mert ezek óriási élmények, ezek is ilyen tapasztalatok, és hát ehhez az autózáshoz, ehhez ez hozzátartozik én szerintem. Magyarországon nem is találni hasonlót eladót. Megnéztem viszont az egyik legnagyobb németországi használt autó hirdetési weboldalt, és most per pillanat, tehát most így a nyáron, június végén járunk, 29 és 31 ezer euró között van
a nagyon jó állapotú és körülbelül ilyen, hát ilyen 120 és 130 ezer kilométer között futott példányok ára. Ez ebben az autóban most kicsivel több mint 180 ezer kilométer van, és egy igazi különlegesség abból a szempontból, hogy 1987-ben gyártották, viszont 1989-ben Magyarországon helyezték először forgalomban. Tehát ez az autó, ez gyakorlatilag itt van 1989 óta. És ebben az állapotában, jó, nyilván az ülés az már nem gyári, de ez is a tulajdonos hozzáértését igazolja, hogy őneki kellett valami kicsit egyedi, és megcsináltatta ezt a műbőrülés húzatot. Egyébként anno a Baccara változatokban volt ilyen bőrhúzat, tehát ez meg például arra hajaz, nagyon jó, tényleg egyedi tőle az autó. ...1996-ig gyártották a Renault 5-öst. Ez már ugye a fáze 2-es, hiszen két generációja volt a Renault 5-ösnek. Ez 1985-ben jelent meg. 1990-ben megérkezett a Renault Clio. És onnantól kezdve a Renault 5-ös az eléggé háttérbe szorult. És ez lett a Renault 5-ös GT Turbo sorsa is. Mondhatjuk azt is, hogy sajnos, de akik az utána következő Clio generációban a sportváltozatokat vezették, azok nem biztos, hogy ezt így állítják. Ugyanis 1991-ben megérkezett a 16 szerepes Renault Clio, illetve a Clio Williams, és hát ugye ezzel gyakorlatilag megpecsételődött a Renault 5-ös GT Turbo sorsa is, és hát tulajdonképpen a turbó korszaknak is ezzel együtt vége lett, hiszen az említett Clio-k azok például már szívómotorral készültek. Úgyhogy viszonylag szomorú egy kicsit ez a sors, de én mégis azt mondom, hogy lehet, hogy emiatt tud nagy kultuszautó lenni ez a Renault 5-ös GT Turbo. A Renault 5 GT Turbo 1991-ben búcsúzott. 1985-től összesen 160 ezer darabot engedtek szabadon. Éppen megmaradt példányai, akárcsak ez a szépen megvigyázott darab, mára egyértelmű kultautók. Ez az egész Renault 5 történet a 2000-es évek elején kezdődik. A második autó volt gyakorlatilag egy Renault 5-ös, egy Super 5-ös, még egy sima 1.4-es, egy központi injektoros változat. Nagyon szerettem, egy nagyon jó kis kényelmes, jól használható autó volt. Voltam egy-két találkozón, megismerkedtem hasonló ilyen Renault 5 rajongókkal. És ugye ezeken a találkozókon voltak már GT turbók is. Két lányom van, ők nagyon élvezik. Ha odalépek neki, akkor ez egy ilyen porszívószerű hangot ad ez az autó. És akkor mi ezt úgy hívjuk, hogy porszívózunk egyet az autóval. Az életem második autója volt a Fiat Uno. Igazából, mikor megkaptam a diplomámat, a szüleim azzal inspiráltak, hogy ha lediplomázom, akkor a kis Forstinak az árát, ami az életem első autója volt, ha azt eladom, kipótolják egy használt Fiat Uno-ra. Úgyhogy így valahogy nagyobb ösztönzést adtak nekem, mint a főiskola, és így sikerült lediplomáznom, és sikerült egy 4 éves, akkor 4 éves, 91-ben egy 4 éves Fiat Uno-t vásárolnunk, egy fekete 45 IE Fiat Uno volt. Életem igazából második, de valójában az első komolyabb autó. Míg a legtöbben az emlékei közt keresgélnek és nosztalgiáznak, mások már a következő lépésen gondolkodnak. Ami viszont mindenkiben közös, hogy egy több mint 22 millió példányban legyártott modelltől, a Ford Fiesta-tól búcsúznak. Ebből mi sem maradhattunk ki. Azt gondolom, hogy Európában, sőt világszerte is ez a modell sok-sok családnak kötődött hozzá az életéhez, hiszen 22 millió példányt értékesítettünk ez alatt a sok-sok év alatt, 47 év alatt, amíg ez a modell a piacon volt. Szóval az égvilágon semmi baj nem volt vele. Akik keresték, mindig megtalálták belőle a megfelelő változatot. De a Ford vezetősége döntött, egy közel 5 évtizede gyártott modelljétől búcsút int. Ford 1972-ben egy új kis autó fejlesztésébe fogott bele. A Bobcat projekt egy évvel később újabb lendületet vett, hiszen beköszöntött az olajválság. Óriási szükség volt tehát egy olcsón üzemeltethető, takarékos és rendkívül praktikus kis autóra. Miközben a mérnökök Németországban formázták az agyagmodellt, a nagy irodában már azon töprengtek, ideje lenne máshol is gyárat nyitni.
A térképen Valenciára bőgtek rá, ahol 1974-ben el is kezdődtek az építkezések. Minden sínen volt tehát, leszámítva azt az aprócska tényt, hogy egy hódításra szánt kis autót mégsem hívhatnak Bobcatnek. Második Henry Ford ezt viszonylag hamar orvosolta. 1975-ben azt mondta, legyen az új Ford neve Fiesta. 1976. május 11-én legördült az első Ford Fiesta a szalagról. Majd ugyanebben az évben, de már október 18-án a spanyolországi Valencia is beszállt a gyártásba. Jól gondolkodtak a Fordnál, ugyanis mindjárt 1977-ben, vagyis közvetlenül a debütálás utáni évben szabályos díjeső szállt a kis kékoválos négykerekűre. A spanyolországi évautója mellett az európai évautója harmadik helyét is megkapta a Fiesta. 1979-re pedig már 1 millió eladott példánynál tartottak világszerte. Annyira népszerű autó lett időközben a Fiesta, hogy újabb gyártóegységekre lett szükség. Az újabb németországi mellett Nagy-Britannia is beszállt a sikermodell építésébe, így 1981-re újabb 1 millióval bővült az eladott Fiesták száma. 1981 azonban nem csak emiatt emlékezetes. Ekkor született meg az első sportolásra szánt Fiesta, az XR2. A gépház fedél alá egy 1,6 literes, 84 lóerős szívómotort építettek, amivel a sebességmérő mutatója már akár 160 km/óráig húzhatott. Annyira bejött ez a változat, hogy az 1983-ban bemutatott második generációból egy éven belül már utcán volt az XR2 is. A teljesítmény 97 lóerőre nőtt, jóval látványosabb szerkót húztak a sportoló Fiestára, a váltóba pedig bekerült egy ötödik sebességfokozat. A harmadik generációs Fiestánál egy I betűvel többet írtak az autó farára, ami az injektorra utalt. A befecskendező jótékony hatása plusz 13 lovat hozott a karámba, vagyis az XR2 I tulajdonosai már 110 lóerő segítségével zargathatták a gépet akár 180 km/órás tempó fölé. Ami nem hangzik rosszul, de a konkurencia bizony időközben lelépte a Fiesta XR-t, szóval kellett egy kis plusz tűz a járgányba. Szó szerint 1990-ben így turbóval lélegeztették meg az 1.6-os agregátot. A 8,5 másodperc alatt 100-ra sprintelő Fiestát viszont már jobban meg akarták különböztetni a gyáriak, ezért átkeresztelték RS turbóra. Két évvel később aztán egy újabb RS dobtak piacra, ez volt az 1.8-as 16 szelepes, de ismét szívómotoros RS 1800. Tudom, több generációt is ugrottunk, és a vevők többsége az bőségesen megelégedett az egyszerűbb változatokkal is, de tény, hogy a sportrészleg ebben az időszakban volt a legaktívabb a Fordnál, nagyon sokat kísérletezgettek, és a legtöbb megoldásuk az utcára is került. Pont emiatt érdekes, hogy bár 1996-ban jelent meg a negyedik nemzedék, 1994-től nem készült forró ferdehátú változat. Sőt, ezek után bár voltak sportos kiegészítőkkel feldobott Fiesták, az igazán kipattintott forró ferdehátúra 2005-ig kellett várni. A jelölést is megváltoztatták, ez lett az ST. Orrában az addigi legnagyobb köpcentis és legerősebb Fiesta motor dübörgött, a 2 literes szívó agregát 150 paripát mozgósított. Nagyon sokan azért egy picit, annak ellenére, hogy az egyik legerősebb Fiesta született meg, fanyalogtak, hogy külsejében gyakorlatilag alig különbözik, és igazából belülről se volt túlzottan megvadítva a Fiesta ST hagyományos testvéreitől. Pedig egy elég hosszú fejlesztő munka eredménye a Fiesta ST, ugyanis több mint 2 éven keresztül faragta a Team RS, és nem csak hogy Angliában járták be a különböző utakat, hanem még a Nürburgringre is elvitték, és állították a mérnökök, hogy ők talán még egy kicsikét túl is teljesítették a feladatukat. Ha már szóba került Britannia, ők annyira a szívügyüknek tekintették a Fiesta ST-t, hogy a 0-100-as gyorsulásnál, amit náluk ugye mérföldben illik megadni, a 0-62 mérföld helyett a 0-60 mérföldet adták meg, amit ugyanis előbb elért, tehát így 8 másodperc alatt volt a gyorsulása a Fiesta ST-nek, míg a 0-100-as gyorsulás, tehát a 0-62 mérföld, az 8,4 másodpercig tart. Tehát ennyire odafigyeltek Angliában, hogy azért jó híre legyen a Fiesta ST-nek. És a másik kritika, ami igazából érte a Fiesta ST-t, az az, hogy egy 5-ös manuális váltó volt benne, miközben azért a vetélytársaknál már 6-os váltók is előfordultak. Na most ez két dolog miatt érdekes. Az egyik az, hogy eleve úgy hangolták ezt a 2 literes motort a mérnökök, hogy egészen alacsony fordulatszámon már leadta a nyomatékának a nagy részét, tehát nagyon jól lehetett vele kigyorsítani. Illetve, hogyha tényleg lehet hinni a legendáknak,
akkor ez az ötös váltó, ami a Fiesta ST-ben van, ezt kifejezetten az ST kupához fejlesztették ki. Tehát ez egy nagyon jó kis szerkezet. Az tény és való, hogy az első, második és a harmadik fokozatot például megerősítették, ugyanis nem csak egy az egybe tették át a Ford Mondeo-ból és a Ford Focus-ból egyébként a 2 literes motorral együtt ezt az ötös váltót. Ezután egy pillanatra mégis megtorpantak a Ford szakemberei, egy nemzedéket ugyanis kihagytak, az MK8-ból viszont piacra került végre az ST is. Innentől már turbomotor mozgatta az élsportoló Fiestát. A kezdeti 182 lóból fokozatosan 200 tagúra hízott a ménes, miközben egy hengert kihagytak végül a sportrészleg mérnökei. Tudom, sokat időztünk a sportmodellekkel, és már-már úgy tűnhet, hogy nem is szólt másról a Fiesta. Pedig ezek valójában csak a habatortán voltak. A többségnek ugyanis egy olcsón fenntartható, megbízható családi kedvencként maradt meg emlékeikben a Ford kis autója. Bár a benzines agregátokkal sem kellett állandóan a kutakat vadászni, az igazi éhezőművész 1983-ban jelent meg a kínálatban. Az 1.6-os dízelmotor különlegessége, hogy a Ford több mint egy évtizedig megtartotta a kínálatban. A legtakarékosabb Fiestákat hosszú évekig szinte semmi sem különböztette meg többi társuktól, majd 2008-ban a 7. generációval piacra dobták az Econetic változatot. Igen, szélesre sikeredett tehát a kínálat. Az viszont, hogy mennyi ideje készültek leállítani a Fiesta gyártását, nem lehet pontosan tudni. Ami tény, hogy 2017-ben a nagy németországi egységbe majdnem 300 millió eurónyi összeget investáltak, csak azért, hogy minden 68. másodpercben legördülhessen egy új Fiesta. Ez pedig csak 5 évvel volt a bejelentés előtt, igaz autós nyelven ez majdnem egy generáció modellciklusa. Azért a PR-osok mindig előrébb járnak, tehát mi ezt nem most tudtuk meg, és igazából volt időnk egy kicsit így szomorkodni, de mi a jövőbe tekintünk mindig, tehát most is már inkább azon dolgozom, amik majd idén az év vége felé, illetve jövő évben érkező új teljesen elektromos modelljeink, mint például az új Explorer. Úgyhogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet ilyen szempontból. Szóval konkrét oka is van a Fiesta búcsújának, és ha nevesíteni akarjuk, akkor íme a Puma. És természetesen maga a kategória, amit képvisel. Az ilyen méretű SUV-k miatt ugyanis a kisautók méretosztálya gyakorlatilag szép lassan elsorvadt. De az éremnek itt is két oldala van, és míg mi inkább érzelmileg közelítjük meg, mások, beleértve a Ford szakembereit is, inkább racionális oldalról vizsgálták meg a történetet. Mi is ebben látjuk az utódlást, hiszen pontosan a Fiesta kivezetése párhuzamosan jelentettük azt be, hogy érkezik a Pumából egy teljesen elektromos változat, amivel mi a jövőt megalapozni szeretnénk a kisautó kategóriában. Talán észre sem vesszük, de minden nap találkozunk vele. Az utcán, a szomszéd kertjében. Ott van velünk mindenhol, és természetesen amíg működnek, maradnak is. A Fiesta kitörölhetetlenül az életünk része lett. Még akkor is, ha talán soha nem vezettük. Ennyi volt mára, köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásainkat, akár csak korábbi műsorainkat a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján bármikor visszanézhetik. És ha már arra járnak, kérem, ne feledkezzenek el feliratkozni sem, hogy mindig elsőként értesülhessenek a friss tartalomról. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós cikkeinket is olvashatják. 2 hét múlva a legerősebb Ford Mustang Mach-E-ben keresem a vezetési élményt, majd megmutatok egy olyan elektromos Suzuki-t, amiről valószínűleg csak nagyon kevesen tudják, hogy az, pedig már 12 éves. Nézzenek minket akkor is, addig is minden jót! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.